Sziasztok! Újfent itt vagyunk, és először is ez a csodás meglepetés, mert ez már a címből is kiderült, hogy amellett, hogy futballmenedzserezni fogunk, nem PC-n tesszük ezt, hanem konzolon. Avagy PS5-ön próbálkozom meg egy kontrollerrel irányítani a Football Manager Console Edition-t, már csak azért is, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mennyiben más, csak is kizárólag a hogyan használjukban van eltérés, vagy azért vannak más dolgok is, mert sosem próbáltam még konzolon, és most itt a lehetőség. Nem fogom megegyezni ezeket a dolgokat, az biztos, úgyhogy érdekes lesz használni, de mindegy. A lényeg az, hogy valószínűleg sokszor fogom használni kurzorként a bal kart, amit úgy kell, hogy lenyomom, és akkor jó lesz. Mert, jó. Hát akkor, igen. És itt beállítunk mindent, aztán jövök vissza azzal, hogy mi a helyzet. Eljutottam odáig, hogy kiválasztottam, hogy akkor, ha már egy valódonatú játék, akkor a Valencia edzőjeként, vagy menedzsereként szeretnék indulni, és ugye elérkeztünk addig a pontig, ahol ki lehet választani, mely régiókat, mely országokat szeretném még hozzáadni, és milyen mélységig. Na most nyilván, ha már Spanyolországban vagyunk, akkor a legalacsonyabb osztályig le kéne menni, ugye ez... Igen, tehát ez megvan, a harmadosztály, ugye a La Liga, Second Division, First Division, Second Division, csak hát ugye nincsenek a csodálatos nevek és logók és képek a játékban, ez az eredeti nem mahinált képes, meg ilyesmik, tehát hogyha még a nem feltétlenül mindenhol eredeti névvel szereplő tételek vannak, no, de nem is ez a lényeg, hanem ugye ha már Anglia, akkor lemegyünk addig, ahol megtalálhatjuk a Havanten Waterloo-t, ez fontos. Megnézzük a Bundesliga 2-t, a magyar másodosztályt és az olasz harmadosztályt. Ettől a játék sebessége 5 helyet már csak 3,5 csillagos. Úgy, hogy ugye fixen egy PlayStation 5 van alatta. Tehát, hogy ezt tudja. És akkor elméletben vissza kezdhetem előről, mert megnyomtam a visszagombot, gondolván arra, hogy majd akkor visszamegyünk egy lépéssel vissza, de semmi baj. Akkor ezt még egyszer eljátszom, és akkor elindítjuk a Valencia mentést. Jó, köszi! No, és akkor eljutottunk végre oda, hogy megadhatom a nevem. Ó, a mindenség itt neki. Aha. Hát, jó. Hát jó. Pedig lehet, hogy már beírtam párszor. Na mindegy. Aha. Értem. Hát ez így macera. Már most érzem, hogy macera. Óha. Hát ez... Mire itt megemelem valakinek a fizetését, azt a mindenit. Ennyire nem vagyok öreg azért, de kösz a tippet. Football Manager Experience, yes. Tehát, hogy így yes. Yes or no, ezt tudja. R2-vel pedig akkor megyünk tovább, és akkor itt megint lehet randomizálni egyet, kettőt, hármat. Na, hát ez például pont remek, viszont a testalkatomban azért kell egy kicsit változtatni. A biztonság kedvéért így valahogy. Ez pedig ugye, amit láttatok, nem az, hogy én annyira setétbőrű szeretnék lenni, hanem az, hogy a jó öreg kontroller, jobbkar, drifting, az nálam is működik, de semmi baj,
maradjunk ennyiben, hogy Welcome to Valencia. Hát hello. Biztos be lehetett volna állítani minden egyebet is, de semmi baj. Hát az előző évben ugye 9-ek voltak, az még egy egész jó év volt. Ilyen volt Real meg Brian. Bring it on! Bring it on! Trophy earned, avagy elkezdtünk egy játékot. Hát ez csodálatos. Mentsük is el. Ott van Mr. Fülbevaló abba a pillanatba. És hát föl le lehet itt navigálni. L2-vel tudok navigálni. Wow! Addig elő sem jön ez a menü, amíg nem nyomom meg az L2-t. Itt szerződést lehet. Oh-ha. Hát én nem fogok ezzel. Azt mondja R3 show inbox list. Ha, így. Köszönöm, így legalább látszik, miről van szó. Az első, ami feltűnik nekem, hogy óriási betűkkel van kiírva minden. Én nem tudom, ez miért van. Lehet, hogy távolabb kéne mennem a monitortól. Nézzük, mi van akkor, ha megnyomom az Actions gombot. Nincs. Igazából nincs. Semmi action. És ugye föl ajánlja szokás szerint, hogy akkor leszünk szívesek a határokon belül dolgozni, a pénzügyi határokon belül, stb. És akkor a 24-25-ös szezonban lejár a szerződésem. Tehát kapásból 2 évre szerződtettek. Top half finish, vagy a... Igen. Na, látjátok, nem is ez a lényeg, hanem elfogadjuk. Mindent elfogadunk most. Senki nem sérült. Lewandowski megérkezett a Barcelonába. Casemiro pedig elment a Man Unitedba. Jó. Szóval az R1-jel meg az L1-jel tudok itt mozogni a fönti menük között. Híreink. Spanish Transfer Window in Progress, tehát még tart. Baraja leaves Valencia. Igen, hát ez szomorú hír, pedig milyen jó játékos volt. De mindegy most már, hogy... Hú, te jóságos ég. Tehát mindent ugye, vagy... Megnyomtam a ravaszt, és most ezekkel a kis nyilacskákkal mozgok föl le, ugye. Nem tudom, mennyire látszik, de ezekkel itt. Hát érdekes érzés. Hoppá, ez meg nektek volt biztos érdekes érzés, elnézést. Tehát megnézzük a financiális helyzetünket. 2 millió eurót szánnak itt átigazolásra, valamint 600 ezret nagyjából hetente a bérezésre, és már most túllépjük ezt. Jól indul. Nézzük a csapatot. És hogyha azt mondom neki, hogy lenyomom a gombot, akkor tudok a bal karral irányítani egy kurzort, ami lehet, hogy sokkal egyszerűbb lenne, ha mondjuk tudnám használni a kurzort. Na jó, mármint, hogy így kap bal karral. És itt akkor ugyanazt be tudom állítani, hogy mit szeretnék még látni, de igazándiból most nem ez a lényeg, hogy mit szeretnék látni, hanem, hogy a Medical Centerben minden oké. Okay. Edinson Cavani, Justin Kluivert, micsoda nevek, kérem szépen. És a kapuban a marha nehezen kimondható nevű Mamardashvili, vagy hogy hívják? Igen, Mamardashvili. Érdekes az, hogy ugye itt vannak ezek az óriási számok, az óriási lilák, meg zöldek. Érdekes módon egy kicsit más a színezése, mint amire gondoltam, és hát itt egy pillanatra ezt hadd mutassam meg, mert most kitakarom, de itt van Mamardashvili neve és messzáma a biztonság kedvéért.
Szóval bármikor megnyitjuk ezt a képet, akkor ott van, hogy ha nem lenne elég az, hogy a felső részben ott található a név és a messzám, akkor kiírják ide a jobb oldalra is. Hát érdekes. Érdekes. Na de, menjünk vissza. Ez a squad depth. Na, mindent meg lehetne csinálni, de ami engem érdekel, az a taktika, semmi más természetesen. Azt mondja, hogy pozitív 4-3-3 DM White Custom Gegen Press. Hogy ez honnan jött, ez alapból benne van a játékban, vagy sem, azt nem tudom. De tulajdonképpen ez egy az egyben a 10 lipból, így ránézése, tehát ez a 4-1-2-2-1, úgyhogy nekem ezzel nagy problémám nincsen. Ami fura, hogy Gegen Press csinál belőle, amit én nem annyira szeretnék. Most teljesen mindegy. Alkalmazzuk akkor ezt a taktikát, nekem aztán édes mindegy, az a lényeg, hogy játszunk végre egy mérkőzést, hogy az hogy néz ki, és akkor abba is hagyom. De ez mi? Rányomtam a védő nevére, és nem rögtön az van, hogy nézem a profilját, amire kíváncsi voltam, hanem hogy mit szeretnék vele csinálni. Atya úristen, én a profilját szeretném megnézni a 31 éves Paulistának, aki ebben a pozícióban wide center back-et szeret játszani. Nézzük. Ezt kerestem igazándiból. Central defender. Defend, ball playing defender. Role not available when using a two-player pairing. Ja, hogy ha hárman játszanának, akkor szívesen lenne szélső középhátvéd, de mivel nem páratlanul vagyunk, ezért maradt central defender. Jó, akkor nem pörgetjük túl ezt. Szóval mi van a schedule-ben? Hetrika 23, és már jön is a Rangers match, ami egy idegenbeli barátságos. Addig meg elpörgetjük. Most miért kellett ez a timeline, azt nem tudom, de hagyjuk. Ez én vagyok. Abszolút szerintem látszik rajtam, hogy én vagyok. És bár nem látjátok, de megmutatom így, megint csak, hogy 29.500 eurót keresek itt hetente, ami több pénz, mint a Havanten Waterlooville heti költségvetése, vagy kiadása a játékosokat tekintve. De nincs ezzel semmi baj. Elvégre ők jelenleg ugye az ötödosztályban, a Valencia pedig a spanyol első osztályban játszik. Úgyhogy nekem elsőre egy kicsit fura ezek is valami, de betessék, másik kapusunk már le is sérült, nem is csináltunk még semmit. Itt jelent nekem, hogy megkaptam ezt a lehetőséget. Hát szeretném tudatni a szurkolókkal, hogyha elég türelmesek, akkor velem együtt, akkor remek lesz minden. És tessék, már is jön egy ajánlat a játékosunkért. Miguel Ángel Corona azt közli velem, hogy látóért bejelentkezett az Alaves. 24 éves bal hátvéd, transfer listed egyébként, tehát el is akarjuk adni. Én ebbe akkor nem szólok bele. A transfer value, avagy az eladási értéke az 1,3 millió, ezzel szemben ők 875 ezret ajánlanak nekünk úgy, hogy most fizetnek 650-et, majd 2,10-et három darabban a következő egy évben, és ha meg lesz az 50 meccse az Alavesnél, ami legalább két szezon,
akkor még 250 ezret plusz 20% a következő eladásból. Fogadjuk el, hát miért ne fogadnánk el, ez a háromszöges sokat segít a dolgok felgyorsításában. És hát akkor a Rangers elleni meccs. Hihetetlen egyébként, hogy ilyen rengeteg, még mindig nincsen semmi action, és itt meg ugye elő lehet hozni a bal oldalt. Ez nekem még mindig fura. Ja, és most átváltottam kurzorra, akkor itt marad ez így örökre. Uh-huh. És ez a home page, látjátok mennyivel, de mennyivel kevesebb adat van a fő oldalon. Lehet, hogy lehetne ezen valahogy változtatni az options-ben, a settings-ben valahol, preferences, ugye, az szokott lenni. Pedig small interface-t állítottam be, de nem tudom, hogy lehet-e például betűméretet beállítani. Úgyhogy nem annyira érzem ezt. Nagy formátumok, mindent beállítottam. Nem annyira. Na jó. Akkor csapjunk le rájuk. Megvan. Rangers Valencia. Délután 3-kor kezdünk. Lássuk, mi a helyzet. Atya ég. Ennyi? Uh-huh. Instant result. Azonnal megkaphatnám az eredményt. Ez aztán a menedzser játék. Újha. Na nem. Nézzük a condition mellett a sharpness. Ki mennyire sharp. Hát még fejlődésben vagyunk. Mi újság a morállal? Volt jobb. Illetve az átlagot tekintve, senki nincs még átlagolva, hiszen... Nagyon nehéz ezzel a kurzorral is, nem csak a nyiracskákkal. Hadd menjen! A játékosok bemelegítenek. Egyébként a háttér, meg a minden egyéb az egyforma. És ugyanúgy a felvezetés is, hogy... Igen, az SITV közvetíti a meccset. Nálunk nincsenek képek, mert a játéknak nincs képe például Gabriel Paulistáról. Na nem baj. Hát... Jó, nyilván a sebességen még azért tudunk valahogy állítani. Hogy mondjuk... Hanyányival legyen már gyorsabb. És akkor jó lesz. L2-vel föl tudjuk hozni azt, amit amúgy láthatnánk. És statisztikával, meg analízissel, amit néha beszokott dobni a bal alsóba. De ami amúgy nekünk ott szokott lenni a kis képernyőnkkel, és nem ekkora hatalmas. Ez egy kicsit olyan, mint egy mobiljáték lenne, nem? Tehát, hogy így irgalmatlanul nagy minden. That's what she said. De nem, hanem hogy arról van szó, hogy tényleg túlzásnak érzem itt a felületek nagyságát. És hát főleg azt, hogy megaláz minket a Rangers. Nézd már, Tillman, Tavernier, Paulista, és Paulista után leadjuk a labdát, de nem Adlisvili. Inkább kivágja a pályáról, majd meg tudjunk indulni. Aha. Kieri Klivertől elveszik, de visszaszerzi. Klivert végigszalad a jobb szélen, ezért tartjuk. Beível Samuel Lino leteszi Ilainak, és ennyi. Na nézzük, be tudok kiabálni például háromszöggel. Hát ha megnyom a háromszöget, nem. Nem tudok csak úgy bekiabálni, mert ki kell választanom, mondom, mit akarok bekiabálni. Ennyit tudok bekiabálni. Én akkor azt mondom, hogy szeretnék többet a csapattól. És ennyi. Nincs olyan tehát,
hogy Ivert fejese hal el McCrory kezében. Szóval nincs olyan, hogy a fire up az nem ugyanaz, mint amit én szoktam használni. Micsoda! Hát annak be kellett volna mennie. Samuel Lino nem adja be jól. Szép, meg gyorsnak gyors, én nem mondom. Mondjuk jó lenne látni egy gólt, hát ez még mindig blokk. És ugye itt is az van, látjátok, hogy a bal alsóban most lett újra aktív a bekiabálás gomb, az encourage, azt hiányoltam én, a bátorítást. Igen, nagyon opció nincs. Négy opció van, nem tudom milyen kevés opció helyett. Hát ha még egyszer megnézem itt a háromszöggel, tényleg összvisz négy. Feltüzelni a játékosokat, dicsérni a játékosokat, megkérni, hogy fókuszáljanak, vagy kérjék tőle többet, és ennyi. Hát ez nem túl sok, el kell mondjam. Ez is fölé ment így a 43. perc közepén. Hú, de nagyon furcsa ez. Fél idő. Ja, hát például nem vettem észre, hogy fél idő van, mert ugye a PC-n a fél időben elkezdi mutatni az adatokat, hogy mi történt, amihez most ugye egy L2-t kéne nyomni. Statisztikához, hogy lássam, az XG-sztorit, hogy lássam külön, az analízist, hogy lássam külön, végig milyen volt a match momentum, az nagyon jó. Hogy amúgy mi történt, és milyen tanácsokat adna a kis asszisztensünk. Hát akkor... hogy kéne bemenni az öltözőbe? Ezt tudja valaki? Mert én nem. Hogyha rámegyek a Valenciára, akkor mi történik? Na én... Mert ugye itt jobb alsóban itt van az, hogy kezdődik a második félidő, de hol van az, hogy beszélek velük a félidőben? Ugye? Match mentality, instructions. Ezt ugye továbbra is be tudom állítani. Bár ahogy látom, itt nincs olyan sok opció. Vagy csak sokkal nagyobbal van írva, és azért látszik másképp, de... Hát érdekes minden esetre. Visszaléptem, és azt mondta, akkor kezdjük el. Jó, hát... hol? Hol? Egy kis szünetet kérnék, ha megnyomom az R2-t, az elméletileg szünetet jelent. Ezt azért elmondhatták volna, hogy ezt hogyan. Mert itt be lehet állítani ugyanazt, amit a többieknél is kellett. De... Match plans. Match terv. Nagyon jó. Lehet, hogy... különböző... Igen, van PC-n is, mert hogyha van, akkor olyan benéztem. Ez érdekes. Tehát, hogyha itt azt írja, hogy a match plans az arra való, hogy ugye nevéhez hűen megtervezzük azt, hogy mégis mit fogunk tenni akkor, hogyha valami történik. Nézzük már. Ó. Play for the win. Play for the win. Az kell nekem. Compress play. Attack.
Ez tökéletes. Please enter a name. Aj. És akkor megint följön ez, hogy mi ez? G, P, mint game plan, ezt jól van. Ez az alap taktikám. Mentalitásunk akkor nyilván támadó felfogású lesz. Való assistant a big team. Nem. 60 perc után csere. Jó, biztos. És akkor ez mit jelent? Drawing for the second half. Ja, és akkor itt be lehet állítani, hogy mi fog történni, ha egy góllal veszítünk, itt ott, amott. Hát ez elég menő, szerintem. Na ez például egy hozzáadott érték lenne a PC-s verzióban, hogyha lehetne ilyet csinálni, akkor nem nekem kéne nyomogatni minden őrültséget, hogyha beállítom azt, hogyha mit tudom én, több mint egy góllal vesztésre állunk már az első 25 percben, akkor puf, ez történjen. Hogyha több mint egy góllal vezetünk a 70. perc után, akkor ez történjen. Na, hát ez csúdi jó. Ha viszont van én a PC-s verzióban is, akkor én kérek elnézést, de hoppá. Hoppá, már is 11-eshez jutottunk. Úgyhogy Hugo Duro, vagy pedig Gaia. Rúghatná a 11-est. Nézzük a csatárunk. Hát jó, nem tudjuk megnézni a csatárunk tulajdonságait, úgyhogy mivel ő van kiválasztva, én bízom az elődömben. És Duro be is vágja. No mistake. Duro nem hibázik. Gyorsan. Micsoda grafika, kérem szépen. Hát ilyet láttatok már, ez csodálatos. PS5, mondom, PS5. Nézzük a mentalitást. Ezt ugye át tudom állítani akármikor, akármire. Csak egyszer kell lenyomni. Jó, nem változtatunk rajta. Kipattant a szöglet. Nikó. Ilyen végre eltalálta a kaput. Na, bekiabálunk, figyeljünk, azt mondja. Megdicsérem a csapatot. Jól esett nekik, jól van. Ez megnyugtató. Újult erővel támadunk. Gaia. Belelövi az előtt álló emberbe, hát előfordul. Na, nézzünk egy cserét. Azt mondja, tactics and subs. Hát akkor bárki is ez a muszáj, abba a pillanatba lecseréljük André Almeidára. Nem is volt kérdés. És Duro már gólt szerzett, de behozzuk Cavanit. Azért van itt Edinson Cavani. De mivel megnyomtam a back gombot, ezért tovább ment a játék. Zseniális, komolyan mondom. Az irányítást ezt még A meg kell szokni, B egy kicsit jobban is összerakhatták volna, szerintem. Almeida Cavani, lőd már be, édes Istenem! Hát azért ezt illet volna elrakni a kapus mellett, nem? És befejeli Todd Cantwell! Micsoda, hogy? Divine, right. Hát a túloldalra, hopp, Cantwell érkezik, és hát Mamardashvili is ott volt a biztonság kedvéért, úgyhogy 1-1. Na de, középkezdés és highlight, meglátjuk, hogy lesz-e belőle valami. Privert kap egy remek labdát, Cavani, ő is beadja, mindenki beadja, aztán fölé. Privert. Cavani, na most már azért nem. Nem. Nevek, amiket még nem tanultam meg rendesen. De Cavani nevét tudom. Cavani! Hát mi a jó túrót csinál ez a Cavani? Gaia. Ez is kipattan. Kleinwert visszateszi. Kleinwert. Gyerünk. Nem. Az ifjú fashion. A kis divat. Azért Gaia úgy tűnik elfáradt. Na most ugye
itt bezzeg megáll a játék. Tehát, hogy mit érdekel engem, hogy 89, sőt 90. percben Gaia elfáradt. És így fölpattint ugye nekem egy ekkora képet, amiből aztán nem tudom folytatni az egész meccset, csak vagy bemegyek ugye a cserék közé magamtól, ezzel a kis gombbal, vagy ignorálom, vagy pedig lecserélem, ugye, ahogy szoktuk. Úgyhogy most akkor lecserélem, ha legyen egy öröme, még pihenni egy kicsit a másik emberünk, és letelt a 3 plusz perc. Na nézzük, Almeida szabadrugásából lesz-e valamit időn túl is. Cavani természetesen ezt is elé fejeli. Jó ötlet volt beállítani Edinson Cavanit, biztos nagyon megéri a pénzét. Na mindegy. A Rangersnek egyetlen egy kaput talált lövése volt, nekünk 10, nekik 6 lövésükből egy ment be, nekünk 32-ből ugyanez. Érdekes, az is 11-esből ugyebár. Na jó. Staff feedback. Ja igen, az ilyen. Ezt mi nálunk PC-n elfér egy képen. Na jó, nem tudom miért kellett ezt ilyen hatalmasra. Hatalmasra csinálni. Jó, én ennyit szerettem volna tulajdonképpen. Úgyhogy megnyom a bal ravaszt, és akkor visszamegyünk a home screenre, hogy lássátok Mizu. Elég furán néz ki nekem. Nekem nagyon-nagyon kevés információ van egy képen, és nem igazán látom be, hogy hol lehetne ezen változtatni, úgyhogy nem tetszik. Az irányítás sem tetszik, ezzel nem igazán jó menedzser játék irányítására, ahogyan stratégiai játék irányítására sem annyira hasznos, de ugye ha az embernek csak konzolja van, nyilván már megszokta, de én azért az egér billentyűzettel sokkal jobban rá vagyok. Arról nem is beszélve, hogy ha ki kell valamit választani, akkor fél éven van, hogy rákönyököljek a lefelé, vagy a fölfelé, vagy jobbra-balra gombra, és szépen elkattogjon odáig, és nem tudom beírni a számot, vagy amit szeretnék, hanem hát végig kell görgetni. Úgyhogy első és utolsó próbálkozásom volt ezzel, a Football Manager 2023 konzollal, de hát adtam neki egy esélyt, avagy innen is óriási respekt a konzolon játszó futballmenedzsereknek, hiszen nem lehet neki könnyű az élet, mert ne az. Tehát, hogy fura gombokat kell nyomogatni, és följöjjön az az oszlop, ami amúgy nekünk látható PC-n simán, és ráadásul csak egy, nem tudnak meggyőzni, hogy átváltsak, úgyhogy óriási mázli, hogy PC-n is megvan a játék. Itt meg csak kipróbálhattam egyébként egy rövid idős tesztet, bonyolíthattam le PS5-ön, úgyhogy gondoltam megosztom veletek, hogy ez hogy néz ki. Hát ha ti is játszotok egyébként PlayStation-ön vagy Xbox-on, esetleg mobilon, ha igen, akkor írjátok meg kommentbe, hogy nektek mi a véleményetek, illetve ezután a videó után hogy tetszik, nem kell velem egyetérteni természetesen, csak hogy ti hogy látjátok, hogy ez jó, ez rossz, jobban tetszik, kevésbé, mint a PC-s, nem tudom. Döntsétek el ti. Úgyhogy kívánok további sok sikert, és jó játékot, jó szórakozást mindenkinek. Sziasztok! Yeah. We're just getting started.